Kisvé Balázs az országos korodini bűvészbajnokságon első helyezést ért el, emellett további 5 hazai és nemzetközi szakmai díj tulajdonosa. A közönsége mellett ismert zenészeket is gyakran ámulatba ejt. Azt gondolom, hogy a zeneipar szereplőivel van egy olyan közös hang, hogy egyszerűen így érzem, hogy egyaránt tudjuk értékelni egymás művészetét, és mindig igyekeztem most mondjuk akár a Backstage Magic sorozatommal is például olyan emberekhez, olyan zenekarokhoz ellátogatni, akik én azt gondolom, hogy egy magas értékszínvonalat képviselnek, és abból egy picit megmutatni nekik a másik arcukat, amikor nem idolként vannak a színpadon, hanem mint amikor ők a nézők és rácsodálkoznak az illúzióra. Különleges helyeken is feléptél, fesztiválokon vagy szórakozó helyeken, melyeket emelnéd ki? Én 2014 óta lépek fel fesztiválokon, ez a Sziget Fesztivállal kezdődött, most már azóta a Strand Fesztivál, most akkor a Sopron Fest, ami nemrég indult, tehát hogy így művészetek völgye, tehát hogy így eléggé szertágazó. Ami izgalmas helyszín, az mindig valami új, például amikor önálló show volt a Budapest Parkban, vagy amikor a Well Hello zenekarral volt, vagy most például ugye a Strand Fesztiválon a nagy színpados illúzió show-k, amik új helyzetek, vagy mondjuk külföld. Mondjuk volt Dubajban a világkiállításon produkció, tehát ezek mindig új helyszínek, új emberekkel, teljesen más rendelkezésre álló tereppel, ezek sok izgalmat hoznak, ettől lesznek kiemelkedők az én számomra. Ugye most itt az akváriumban találkoztunk, a Volt lokálban. Volt is itt One Man Show-om, nem akarok nagy titkokat így előre felfedni, de lehet, hogy lesz is még itt az akváriumban előadás, de ezt majd meglátjuk, hogy mit hoznak a lehetőségek. Balázs engem is elvarázsolt, egy fekete filctollal rajzolt egy kis X-et a tenyerére. Ezt levette valahogy, és áthelyezte az enyémre. Ötletem sincs, hogy csinálta. Hogy került ide, és hogy vetted le? Ez a varázslat. Ezután persze nem volt megállás. Vegyél el egy lapot, bármelyiket. Szuper. Tedd el a zsebedbe, adom a filcet, és megkérlek, hogy amíg én elfordulok, hogy biztosak legyünk benne, hogy még egy ugyanilyen lap nincs, jó nagy betűkkel írd rá a neved, jó? A kártya bekerült a pakliba, a pakli a tenyerembe. Figyelj, eltüntetem a kezedből az egész kártyapaklit, kivéve azt az egy lapot, amit te aláírtál. Még érzed, hogy itt a pakli? Igen, érzem, hogy itt van. Nyugodtan nyitj ki te is a kezed, és nézd csak meg, hogy ez a pakli a kezedben szőrén szálán eltűnt, de várj, a közepén egyetlen egy lap itt maradt. Nyugodtan vedd ki, fordítsd meg, mutasd meg a kamerának, ez a kártya, amit aláírtál nekünk. De hát nem éreztem semmit a kezemben, semmi változás. Ez a lényeg. Milyen innovációkat rejt ez a szakma? Szerintem nagyon sok innovációt rejt, és kell is, hogy innováció legyen benne. Egyrészt eléggé részese lett az életünknek, a mindennapjainknak a technológia. Hoz lehetőségeket a technológia, de hoz feladatokat is. Tegyük fel, én mondjuk be van kötve a szemem, és kitalálom, hogy te 10 méterrel előrébb mit írsz le a papírra, akkor az lesz az első gondolatod, hogy ez valami jeladó, valami titkos fül, monitor, vagy kamera, vagy bármi ilyesmi. És nekem ezeket is ki kell zárnom, mint megoldási lehetőség, mert nem ez a mutatvány megoldása, de lehetne ez is, ezért ezt is ki kell zárni. Illetve maga az, hogy egyszerűen fel kell nőni ahhoz a feladathoz, hogy egy ilyen környezetben is érdekes tudjon lenni a produktum. Kisvé Balázs folyamatosan újabb trükkökön dolgozik, olyan művészeti ágak inspirálják, mint a festészet vagy a szobrászat. Pont ezért a Szép Művészeti Múzeum az egyik kedvenc helyszíne, ahol ötleteket gyűjt. Balázs új produkcióit hamarosan a közönség is megcsodálhatja.